A reformáció a 16. században szinte végig söpört Európán, hisz egyre több bírálatot kapott a változásra képtelen katolikus egyház. A reformáció nyomán létrejöttek a protestáns egyházak, melyek természetesen kialakították saját hagyományaikat. Tehát van egy közel fél évezredes hagyomány egyrészt, másrészt pedig ott van az a folyamatos szellemi-lelki igény, hogy ezt a hagyományt újra és újra vizsgálattárgyává kell tenni. A pápai reformáció napi rendezvények ünnepi istentisztelettel kezdődtek, majd délután kötetlen beszélgetés keretében Köntös László gyűjteményi igazgató, dr. Vladár Gábor a teológia rektora, Kovács Péter a református gimnázium igazgatóhelyettese és Vencel Csaba az evangélikus egyház felügyelője mondta el gondolatait arról, hogy mit jelent számukra a reformáció. Eközben a gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyülekezeti házban. A szervezők ügyeltek arra, hogy az ünnep ne formális megemlékezés legyen. Ez a Tapolca Fői Templom Galéria 52. kiállítása, és a maga nemében itt egyedülálló. Hisz voltak már a templomban egyéni és csoportos tárlatok is, de magángyűjteményi válogatás még nem. Ismert pápai művészek mellett láthatók például Vágfalvi Ottó, Felhősi István, Berta Sándor és Pósa Ede munkái is a falakon. A kiállítást Latorcai Jánosné nyitotta meg. Hagyomány az is, hogy ezeken az alkalmakon a zene is szerepet kap. Ezúttal Kós Anita orgonált, aki tavaly végzett a Bécsi Zeneakadémián, jelenleg Veszprémben tanít. Az orgona művész többek közt Bach és Gárdonyi Zsolt darabokat adott elő.